Na hát akkor köszöntök mindenkit ebben a videóban, és ismét itt vagyunk egy videóval, és most elkezdünk egy új karriermódot, ami menedzser karriermód lesz, és ugye az AC Milánnal lesz ez a karriermód. Én úgy gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha nem egy nagy csapattal kezdenénk egy karriermódot, hanem egy kisebb csapattal, és az olasz ligát én nagyon szeretem. Kedvenc ligám a Premier League, de ott nem találtam olyan csapatot, amivel jó lenne egy karriermód, szóval akkor gondoltam, hogy az olasz liga, és akkor az olasz ligába pedig az AC Milánt választottam. Szerintem rájuk férne egy ilyen kicsit, hogyha átalakítanánk őket, és megpróbálnánk velük megnyerni az Európa ligát, valamint ugye az olasz bajnokságot, szerintem az tök izgalmas lenne, és ugye akkor csak az Európa Ligába indulunk, igen. Ezeket a csapatokat nem ismerem, szóval igazából eléggé elvárt lenne tőlünk, hogy megnyerjük ezt a csoportot, aztán meg ugye tovább menjünk. Egyébként ebben az első részben csak igazolások lesznek, hogyha minden igaz, lehet, hogy lesz egy mérkőzés az előtt tornáról, de amúgy nem lesznek ilyen nagy meccsek meg ilyenek, és akkor benne leszünk ebbe az ilyen tornás tudba. Igazából nekem ez tök mindegy, szóval legyen ez, és akkor szerintem alakítsuk is át ezt a csapatot. Egy 4-2-3-1-be szeretnék játszani. Szóval ugye, hát vagy ebbe. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok fele, de szerintem ez egy tök jó kis felállás lenne, így a csapatot figyelembe véve. Szóval akkor ez lesz így a kezdő csapatunk. Gyere is mondom, hogy kiket szeretnék igazolni és milyen pozícióra. De egyébként ez egy tök jó csapat. Szóval akkor kéne vagy egy CDM, vagy egy SAM. Ugye mind a kettőt nem fogok egyszerre, vagy az egyiket, vagy a másikat. Ugye egyik lehetőség az, hogy Bonaventura bemegy CDM-be, és akkor Big Leon lenne SAM-ba, de ugye nem akarok Big Leon SAM-ba. Ezért ugye kéne egy új SAM, vagy hogyha Bonaventura játszana SAM-ot, akkor kéne egy új CDM. Vagy hát igazából lehet, hogy Kessié helyén kéne valaki. Azért, hogy vagy egy CDM, vagy egy SAM kéne. Ennek is szeretnék egy új Rylebacket is, mivel hát Abate már kicsit idős, és szerintem egy left mid se lenne rossz. Nem tudom, Csánult annyira nem kedvelem, nem is annyira rossz, de tényleg annyira nem kedvelem, szóval szerintem csak egy második számú játékos lenne. Szia 78-as, és még eléggé fiatal, viszont reménykedünk abban, hogy gyorsan fog fejlődni, és akkor minden jó lesz. Amúgy a védősorunk tök jól néz ki, Donnarumma egy rohadt jó kapus, majd a világ egyik legjobb kapusú lesz, és már most is egy eléggé kiemelkedő kapus, középpálya is jó, szóval ez egy jó kis csapat lesz, de tényleg akkor kell egy Rydbacket igazolnunk, egy CDM-et vagy egy Camot és egy left mid-et, szóval akkor szerintem lássunk is neki. És akkor ugye Cam pozícióban én egy Lazinit szeretnék leigazolni, ugye itt van Talisca is, de ő kölcsönben van a Besiktás csapatánál, azért ugye őt nem tudjuk leigazolni, viszont ugye akkor Lazinit kell megszerezni, és ő egy rohadt jó játékos, én nagyon szeretem Lazinit, és 87-es potenciállal rendelkezik, hogy jól tudom, és 81-es most jelenleg a FIFA 18 karriermódjába. Igazából ajánlom fog neki egy összeget, és kérdés, hogy elfogadják-e. Én nem akar, mindig attól félek, hogy túl keveset ajánlok, és akkor ki fog így menni a szobából, és akkor vége lesz ennek a tárgyalásnak. De nem tudom, mi a túl kevés, szóval én most, hogyha például 25-at adok, azok úgy kevés, vagy nem, vagy most ezt így nem tudom. Jó, hát nem ment el, viszont 40 milliót kért, ami nem egy kevés összeg. Tehát egy új ajánlatot fog neki adni, egy 32 milliót. Igazából, hát ezt elfogadják. 38, ne izéljél már, mó, engedd már el. Ez mibe fáj neked, egy 35 milliót adunk, de 38 milliót nem akarok adni. Nézzük. 36, jól van, Istenem, ez a üzletelés amúgy. Jó, mindegy, elfogadjuk szerintem. Ez így jó lesz. És akkor úgy néz ki, hogy meg lesz nekünk ez a Lanzini, én nagyon boldog leszek, hogyha leigazoljuk őt. Remélhetőleg nem kér sokat a szerződésébe, és akkor minden jó lesz. Crucial lesz, hanem mindenképpen kezdeni fog. Ezen kívül, jó, ez ugye tetszik nekik. Mosolyog nagyon szépen. 4 évet akar, ez nekünk csak jó. Bár úgy lesz olyan hosszú a karriermód, de hát mi örülünk neki. Hát a szerződése szerintem, szerintem 120. Legyen neki 120, és ez nem tudom mennyinek jelennie. Ez lesz egy misi. Most nem tudom, hogy ez sok vagy kevés, de jó. Elfogadták, szóval akkor megvan nekünk az első igazolásunk, nem más, mint Lanzini, aki egy rohadt jó játékos, még csak 24 éves, de már így is nagyon jó. Szóval 81-es és nagyon jó. Tud left-mert is játszni, szóval akár ki is mehetne őszére, és akkor vártunk még egy számot, de hát nem így fogunk cselekedni, hanem hogy veszünk egy left-mert. Én nagyon örülök ennek, szóval tényleg ez egy rohadt jó kezdés volt így a karriermódnak. Egyébként azt hittem, hogy kevesebb pénzünk lesz, nem gondoltam, hogy ilyen 120 milliónk lesz, de ez csak úgy jó. Itt van ez a mérkőzés az Everton ellen, ezt most leszimuláljuk. Én szerintem most fogok játszani egy mérkőzés, mert most van kedvem, de ez nem az Everton ellen lesz, hanem majd így az epizód
végén, és 1-0-ra nyertünk Csánoglu góljával. Igen, ugye itt van Román Júli amúgy, ő egy rohadt jó játékos, akinek nagyon nagy potenciálja van, és hát lehet, hogy őt kéne kezdeni, nem tudom, hogy Muszácsió vagy Román Júli, ezt leírhatjátok a komment szekcióban, hogy Muszácsió vagy Román Júli. Szerintem cserélgetem őket, a Bonuccinak biztos pozíciója van a kezdőbe, szóval ő olyan nagy rutinnal rendelkezik, attól függetlenül, hogy 30 éves, ő olyan nagy rutinnal rendelkezik, hogy ő mindenképpen egy kezdő játékos lesz. Hogyha már nagyon lecsökken az értékelése, és már nem játszik olyan jól. És Zapatáért kaptunk egy ajánlatot, 7,8 millió. Ez kevés lesz, viszont szerintem egy 15 a sok szerintetek? Szerintem egy 15-ot adunk nekik, azt nézzük, hogy ezt elfogadják-e. Hát nem akar többet, mint 8 millió. Hát szerintem egy 10 misi, hiszen azt mondja, nincs pénzük, de azért csak szerezzél már valahonnan egy 10 misit, azért csak tudsz adni. Jó, mindegy, elfogadjuk, Zapata nem kell nekünk. Itt van Sevilla elleni mérkőzés, a Sevilla egy elég erős csapat, szóval nehéz dolgunk lesz, hogyha nyerni tudnánk, az nagyon jó lenne. 2-2 mérkőzés, Csánoglu van ugye Suso góljával, és nem kaptunk új ajánlatot, viszont le fogjuk igazolni a következő játékosunkat, remélhetőleg, legalábbis nekem ez a célom. És igen, jól látjátok, Hugminson, lehet, hogy nagyon sokat fogunk érte fizetni, viszont szerintem megérni. Egy 45 millió lenne a korrekt ajánlat. Ugye azt mondtam, hogy körülbelül szerintem annyi lesz. Nem áll, ne legyen már ilyen izé. Most komolyan, mit izész már? 49 millió. 55 milliót, adjak szóval 55 milliót. Hát szerintem ez nem lesz. Ez így nem lesz jó. Bocsánat, szeretnék kérni. Kedves tárgyaló partnerünktől viszont ez túl sok, és szerintem 55 millióért tudnánk egy jobb játékost is igazolni, mint szóval nem, hogy jobb, viszont nagyobb potenciállal és egy fiatalabb játékost. Szóval akkor egy új left mid-et kell nézni a csapatnak, szóval ugye nekem. És ez a másik left mid nem más lesz, mint Tomás Lemar. Egy elképesztően jó játékos, ő is kb. Szerintem 55 millió lesz, viszont szerintem jobban megéri, mint Sonny, mert ő már 84-es. Először kezdünk egy 50 millióval. 70 millió. Jó, 60-nal meg lennék elégedve. Jó, ez is egy megint nagy fail. Szerintem írjatok a lefnőlet, hogy kit igazoljunk le, mivel én hát failoltam. Szóval most szerintem egy rájbeket nézünk, és akkor írjatok le a kommentekbe, hogy milyen lefnőlet igazoljunk. Én igazából úgy vagyok vele, hogy nem akarok annyit fizetni egy védőre, azért mégis tudunk a minőségre, szóval egy Ricardo Pereirát próbálunk leigazolni, aki 81-es értékelésű, adunk neki körülbelül olyan 24 misit, ezt azért el kéne fogadni. 30 milliót, most komolyan beszélsz, hogy most ez egy prank? 28, ezt már csak elfogadjátok. Jó, elfogadták a 28 milliót, és akkor meglehet a másik igazolásunk, aki nem más lesz, mint Ricardo Pereira. Ő is crucial lenne, mivel hát ő lenne az első számú, hát igen, örül. Elfogadjuk az 5 évet, ez tök jó, és... És hát neki körülbelül 100 misi, vagy 100 ezer lesz. És hát neki egy mennyi legyen ez? Még 700 ezer. Jó van, akkor ő is elfogadta, és akkor megvan a másik igazolásunk, aki nem lesz más, mint Pereira. Igazából ez egy tök jó, szerintem így körülbelül teljes a védelem. Románnyúlt inkább berakom ide, és akkor Lázidi mellett akkor itt van Pereira is. És akkor ezt a meccset fogjuk játszani az Athletic Bilbaóval, mivel ugye ők is elsők. Mármint, hogy Holt versenyben elsők velünk. Szóval így a kupa szempontjából ez egy fontos mérkőzés. Annyira ugye nem fontos ez a kupa, mivel mégis csak egy ilyen felkészülési torna, de azért mindent komolyan kell venni, így ezért ezt a mérkőzést is. Biglia! Rárugja Biglia! És épp mellé pattan! És az új igazolás szép, gyönyörű, na! Jó, André Silva szép, rá kell rúgni, és mekkorát védett! Unai Simón, aki nem tudom, hogy kicsoda, vagy tudom, hogy a Bilbao kapucsa, de úgy nem ismertem. Jó, miért támadás, és ott a passz, be kell rúgni, Suso, és kapufa nem áll, rúg be, és ott a gól, 1-0. Majdnem kihagytam, pedig olyan nagy helyzet volt, és kihagytam, aztán meg szerencsénk volt, és így 1-0-ra vezetünk a első félidő végén. Szép, André Silva, és mekkorát védett a kapus. Jó, André Silva, jó, az be kell rúgni, André Silva, mi? Nem már, hogy védi ki? Gyönyörű, Suso, rúg be! Nem már megint kivédi, olyan szarul lövök, nem tudom miért. És végül a mérkőzés, hogy nyertünk 1-0-ra, hát ennél lehetett volna jobban is nyerni, viszont hát nem ment.
Szóval így csak 1-0-ra kell beérni, de annyira nem érdekel, az olyan, hogy nyertünk, a többi meg nem számít, és ezért már szeretném köszönni a figyelmet, igazából eljött volna mára, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomtok egy lájkot, és ne felejtsétek el leérni a dolgokat komment szekcióba, ugyan, amit kérdeztem, hogy ki lenne a kezdővédőnk, meg hogy kit igazoljunk lefint pozícióra, meg hogy amúgy kit igazoljunk, szóval tényleg köszönöm a figyelmet, sziasztok!